Az áruforgalmi adó két lépcsős csökkentését javasolja az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt, miután az államelnök visszautalta a pénzügyi törvénykönyvet a parlamentnek, és egyes gazdasági szakértők is keményen bírálták a jogszabályt. A Pénéli augusztus 17-ére konzultációs sorozatot javasol a témáról. Szerintük január 1-től 21%-ra csökkenthető az áfa, majd 2016. júliusától mérsékelhető a tervezett 19%-ra. A kormányzó szociáldemokraták már jelezték, a törvénykönyvet változatlan formában kívánják másodszorra is megküldeni kihirdetésre az elnöknek, mert az első fél év gazdasági eredményei azt igazolják, az adóterhek csökkentésével növekedtek a költségvetési bevételek. A parlament augusztus 24-e és 26-a között ül össze rendkívüli ülésszakra.